Ételízesítő terméktesztünkön 35 terméket vettünk nagyító alá, melyek között 25 hazai és 10 külföldi előállítású volt. Szerepelt köztük só, adalékanyag és aromamentes termék is. A Nébih laboratóriumaiban elvégezték az élelmiszerbiztonsági és minőségi vizsgálatokat, ahol sor került többek között az ólom és kadmium tartalom és az ízfokozók vizsgálatára, valamint ellenőrizték az allergének jelenlétét is. 5 hazai előállítású ételízesítő csomagolásán sem összetevőként, sem keresztszennyeződésként nem történt utalás az eller jelenlétére, azonban a laboratóriumi vizsgálatok kimutatták az eller allergént. A Nébih az adott megnevezésű összes érintett terméktételt már a teszt folyamat elején tavaly júliusban azonnali hatállyal kivonta a forgalomból minőségmegőrzési időre és kiszerelési egységre tekintet nélkül, továbbá azok forgalomba hozatalát megtiltotta. A vizsgált ételízesítő tételek fogyasztóktól való visszahívására is sor került. Időközben ezen termékek az eller allergénre való utalást is tartalmazó javított jelöléssel újból forgalomba kerülhettek. Hatósági felügyelőink a termékek teljes körű jelölés vizsgálatát is elvégezték. 27 termék esetében akadtak hibák, többek között a zöldség összetevők feltüntetésével, a származásra vonatkozó jelöléssel, a tápérték jelöléssel és a szárított zöldségek mennyiségének jelölésével kapcsolatban. A Supermenta termékteszt kedveltségi vizsgálatán ezúttal is szakértők és laikusok pontozták a termékeket. További információk és a részletes vizsgálati eredmények elérhetők a Nébih Supermenta termékteszt oldalán.